Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, Dér Katalin vagyok. Lukácsot nem ok nélkül tartják a szegények, az irgalom, az öröm és a nők evangelistájának. Hadd kezdjem a róla és művéről szóló elmélkedést egy olyan jelenettel, amely mindjárt az irat elején egybefogja Lukácsnak ezt a 4 nagy témáját. Ez pedig az angyali üdvözlet, Gábriel főangyal látogatása Máriánál, amit csak Lukács közöl. Mária, miután mindenről értesült az angyaltól, mit mond? Legyen nekem a te igéd szerint. Így olvassuk a fordításokban, magyarul. Csak hogy Mária szava igazából nem egészen így szól az eredetiben, és a különbség nagy mélységeket tár fel. A görögben nem felszólítás, hanem beleegyező, belenyugvó legyen, ige van, egyáltalán nem, hanem óhajtás. Óhajtó módban áll az ige, grammatikai nevén ezt úgy nevezik, hogy optatívus. Mária pontosan ezt mondja, bár csak így lenne, ahogy mondod, bár csak megtörténne ez velem. Ó, mennyire szeretném, óhajtom, vágyom rád, hogy a te igéd teljesüljön rajtam. Legyen, ó, bár csak meg lenne már, micsoda különbség. Mária, az Úr szolgáló leánya, nem egyszerűen passzív befogadója, edénye vagy tárgya Isten tervének. Nem beletörődve engedelmeskedik neki, hanem 100%-ig cselekvő, együtt munkáló társa Istennek a megváltó földre érkezésében. Nem csupán belenyugszik, hogy Isten őt szemelte ki a megváltó anyjának, hanem örül, végtelenül örül ennek, és alig várja, hogy Jézus édesanyja lehessen. Szava, ez az óhajtó igemód, ezt fejezi ki. Ó, bárcsak! És ez az öröm lesz azután az egész Lukács evangélium egyik legjellemzőbb vonása, ami a másik 2 szinoptikustól némileg megkülönbözteti. Ez kap rögtön hangot Mária magasztaló énekében, a Magnifikátban, melynek központi hangsúlyos mondanivalója Isten irgalma, meg az öröm afelett, hogy az evangélium elsősorban a szegényeké, a testi és lelki éhezőké, az Isten előtt alázatosoké. Így hát ebben a Jézus földi életét elindító rövid jelenet sorban angyali üdvözlet, Mária Erzsébetnél és Magnifikat ének, ebben a 3-ban már is együtt van a Lukács evangélium mind a 4 fő vonása, mint egy gyémánt kőben az összes szín. Már itt az elején kiderül, hogy ez a nők, mint Mária, az öröm, az irgalom és a szegények evangéliuma. Ám ez, amit itt elmondtam, még mindig csak a dolgok felszíne. Lukács valami olyat tud, nem csak Jézusról, de Máriáról is, olyan csodát, amit egyedül ő tud, és egyedül ő jelent ki. Ezért a mai alkalommal nem közvetlenül Jézusról, hanem Mária egészen kivételes, senkivel össze nem hasonlítható személyéről beszélek, ahogy Lukács látta őt. Amit Máriáról hitelesen a Bibliából tudni lehet, azt nagy részben Lukácstól lehet tudni. De mielőtt most újraolvassuk az evangélium elejét az angyali üdvözlettel, szeretettel kérem kedves hallgatóimat, hogy fontoljuk meg együtt a következőket. A katolikus egyház dogmaként, azaz biztos, kötelezően elfogadandó igazságként tanítja, hogy Mária szeplőtelenül fogant, nem csak Jézus, de ő maga is foganásától, léte első pillanatától mentes volt a bűntől. Mária bűntelen volt. Ezt tanítjuk. Miért? Isten minden embert egy bizonyos természet fölötti hivatás betöltésére teremt, és alkalmassá is teszi rá. Ez nem kisebbíti a szabad akarat szerepét, ellenkezőleg megnöveli, mert az ember csak akkor tudja betölteni e hivatását, ha felismeri és szabadon elfogadja, akarja és alkalmassá válik rá a kegyelem segítségével. Mária természetfeletti hivatása az volt, hogy az Istenszülő, hogy ő Istenszülő legyen, anya, világra hozza a megváltót. Isten élete első pillanatától e feladat ellátására rendelte, és persze a személyiségét is alkalmassá tette rá. Ezt nevezzük pedig megszentelő kegyelemnek. Ez a megszentelő kegyelem volt teljes Máriában, ahogy Gábriel nevezi, kegyelemmel teljes. Mária teljes volt ezzel a hivatásához szükséges megszentelő kegyelemmel, aminek célja az volt, hogy ő anyaként részt vegyen a megváltásban, ami röviden a bűn eltörlése. A bűn eltörlése. De hogyha így van, akkor neki magának bűn nélkülinek kellett lennie. Csak így volt alkalmas a rendeltetése betöltésére. Mit jelent az, hogy Mária bűntelen volt? Hát mentes volt attól a hajlamtól, amely minden embert ösztönszerűen hajt arra, hogy ellenkezzék Istennel, lázadjon akarata ellen. Ez a bűn, és ettől volt egészen mentes Mária. Ez az állapota, tehát a megszentelő kegyelemmel teljes mi volta, nem Jézus foganásával kezdődött, hanem már léte első pillanatától. Mivel az egyház hit dolgaiban tévedhetetlen, tehát most első lépésben ezt fogadjuk el igaznak, hogy Mária bűntelen volt, és innen lépjünk tovább. Második lépésben végig gondoljuk, mi következik Mária bűntelenségéből, és miért tartotta fontosnak az egyház a szeplőtelen fogantatás kijelentését, méghozzá kötelező dogmaként. Miért nem volt elég annyit mondani, hogy maga Jézus fogant és született szeplőtelenül, édesanyja állapotától függetlenül, ahogy a protestáns egyházak tanítják. Mert hiszen abban nekik igazuk volt, hogy Isten számára lehetséges lett volna ez is, a bűntelent Jézust elő tudta volna hozni bármely olyan asszonytól is, aki maga az áteredő bűn állapotában volt. Szóval nem ezért. Akkor talán erkölcsi megfontolásból, morális értelemben tanítja az egyház Mária szeplőtelenségét, mondván, hogy az anya végtelen tisztasága, igaz erkölcsös szent lénye egyrészt illik a fiához, másrészt örök példa számunkra. Nem ezért mondatott ki a dogma. Egyházunknak ilyen pusztán etikai, morális célzattal nem szokása dogmákat, vagyis kötelező erejű tanokat kihirdetni. Sokkal több, mélyebb az, amiről szó van, és ezt egyedül Lukácstól tudjuk. Ráadásul egy olyan személytől tudjuk, aki maga mondja evangéliuma bevezetőjében, hogy ő bizony mindennek utána járt. Azaz Máriától, vagy ha a szüzanya netán már meghalt, amikor ő az evangéliumot írta, akkor a környezetétől utána járt, utána kérdezett a dolgoknak. Tehát amit ír, az megfelel a valóságnak, a történeti valóságnak. Mi a jelentősége Mária szeplőtelenségének? Az, hogy Mária más volt, mint a többi ember. Más kapcsolata volt Istennel, mint a többi embernek. A bűn elválasztja az embert Istentől. Mindenkit, amíg el nem fogadja magáénak Krisztus megváltását. A bűn előtt az ember, Ádám és Éva, az édenkertben Istennel közösségben élt. Ez a bűn miatt megszűnt, és a bűn azóta is mindenkit elválaszt Istentől. Nem csak a személyes bűnök, hanem már az eredendő bűnállapot az, hogy bűnben fogan mindenki távol Istentől. Az utolsó ítélet a bűn megsemmisítése után az új égen és az új földön, a mennyei városban majd helyreáll a közösség. Az ember újra Istennel közös térben, hogy így mondjam, az új ég és föld közegében él. Azt mondja a jelenések szerzője, hogy a mennyei városban nem lesz templom, amint a paradicsomban sem volt. Nem lesz szükség külön egy helyre, ahol az ember Istennel találkozhat. És nem lesz úgynevezett vallás sem, mert a vallás eszköz arra, hogy az ember megpróbálja a bűn miatt az Istennel elveszített természetes, eredeti, egész életét átható ősi közösséget visszaszerezni. Ilyen az ember helyzete a két paradicsom közt, az Ádám-Éva féle, meg a végidőt követő új paradicsom közt. A bűn tehát nem csak az egész életét határozza meg az embernek, hanem konkrétan az Istennel való kapcsolatát is, amely kapcsolathoz nekünk a bűn miatt alapesetben vallásra és templomra van szükségünk. Hogy úgy mondjam, a templom elsősorban, vagy eredendően a bűn miatt kell. Ellenben Mária helyzete gyökeresen más volt. Bűntelensége elsősorban azt jelenti, hogy ő közvetlen, közvetítőkre nem szoruló kapcsolatban volt Istennel léte első pillanatától, valami hasonlóban, mint Ádám és Éva a bűn előtt, amikor együtt sétálgattak az Úrral a kertben, a langyos esti szellőben. Az ő, meg a többi ember Isten kapcsolata között a különbség leírhatatlan. El sem tudjuk képzelni, mert senki meg sem ízlelte, hogy milyen az direkt kapcsolatban lenni Istennel. Ez így egy ilyen alaptézis, amihez persze hozzá kell tenni 3 dolgot. 1. Mária Krisztus megváltó halálának érdeme miatt, mint egy visszafelé hatóan kapta bűntelenségét, és annak következményét, kivételes Isten kapcsolatát, mint egy előlegként kapta ezt a megváltásból. 2. Ez a kapcsolat Máriánál kezdettől fogva megvolt, de nem volt kezdettől tudotta számára. Mária fokozatosan ismerte fel hivatását és állapotát. E megismerési folyamatban pedig döntő állomás volt ez a beszélgetése Gábriellel, az angyali üdvözlet. Máriának sok próbát kellett kiállnia. Élete tele volt kísértésekkel, a világ és a sátán által állított csapdákkal, megpróbáltatásokkal. De legfőképpen Máriának meg kellett küzdenie a hitéért 2 fő okból. 1. Mert nagyon nehéz hinni egy olyan dologban, amire még soha nem volt példa. Zakariásnak sokkal könnyebb lett volna elhinnie, hogy idős felesége fogan, mert erre azért voltak példák előtte is, mondjuk Sára. Míg a szűztől születés eladdig példátlan dolog volt. Úgyhogy ebben nagyon nehéz lehetett hinni. És Mária mégis. Másodszorban pedig nehéz volt Máriának hinnie azért is, mert rendre úgy látszott, Isten szavának pont az ellenkezője teljesedik be. Fiad nagy lesz, így Gábriel, ám Jézus nem volt nagy életében, hanem szegény vándor prédikátor. Fiad megkapja Dávid királyi trónját, mondta Gábriel, ám Jézus egyáltalán nem tűnt királynak. Fiad országának nem lesz vége, hallotta Mária, és a fiát meg fiatalon kivégezték. Hogyhogy nem lesz vége. Szóval Mária kísértések, próbák közepette volt bűntelen, emberileg teljesen hihetetlen események és körülmények közepette maradt meg a hite, sőt nőtt a hite. Tehát itt tartunk most, összegzem. 1. Mária bűntelen volt, azaz 2. Léte kezdetétől olyan kapcsolata volt Istennel, mint Jézuson kívül előtte-utána senkinek a bűn miatt. 3. Mária nem volt kezdettől teljesen tiszta tudatában e kapcsolatnak. Nem tudta volna kifejezni szavakkal, de még elgondolni sem. Szóval ez volt a helyzet, és ekkor köszön rá az angyal. Mária és Gábriel párbeszédének az is a tétje, a fiú születése mellett persze, az is a tartalma, hogy Mária tisztába jön a maga és Isten kapcsolatával. Hogyha ezen a háttéren olvassuk a jelenetet, hát döbbenetes kép bontakozik ki. 5 dolgot látunk. Először láttuk már, hogy Mária nem valami megadó, beletörődő, engedelmes legyent mond az angyalnak. Legyen nekem a te igéd szerint, hanem forró óhaját fejezi ki. Ó, bárcsak meg lenne már, nagyon szeretném. Vagyis hogy viselkedik? Úgy, mint aki szíve rejtett legmélyén, zsigereiben, valami számára is, hát még számunkra, fölfoghatatlan, titokzatos módon, de már mindig is érzékelte, valahogy ismeretlenül is ismerte Isten tervét, és most azt várja, hogy végre teljesüljön már. Ez a mindig is sejtett terv. Ó, bárcsak teljesednének rajtam szavaid. Másik, amit látunk, amikor Gábriel köszönti, Mária elcsodálkozik. Miféle köszöntés ez? Hát miért? Nem a szavak miatt, nem azért, mert az angyal nem valami szokásos köszöntő fordulatot vagy formulát mond neki, amikor hozzáfordul, nem, hanem amiatt csodálkozik, amit Gábriel kimond, hogy pontosan milyen Mária. Üdvözlégy, kegyelemmel teljes. Hát ez mi? Hiszen mindenkiben ott van Isten kegyelme, de teljesnek lenni senkibe sem tud, mert a kegyelemnek mindenkiben útját állja, többé-kevésbé akadályozza a bűnös állapot és a személyes bűnökkel szennyezett emberi természet. Ilyen, hogy valaki kegyelemmel teljes, nincs, nem létezik. És akkor most azt mondja Máriának az angyal, hogy már pedig ő egy ilyen ember. Mária előbb elcsodálkozik, aztán felfog, megért ebből valamit. Ez derül ki majd az énekéből, a Magnifikatból, hogy megért valamit abból, mit jelent kegyelemmel teljesnek lenni, ahogy mindjárt látjuk. Harmadik dolog, amit látunk itt, hogy a köszöntés után Gábriel elmondja Máriának, hogy kicsoda lesz és milyen lesz a születendő gyermek. És döbbenetes dolgokat közöl, hogy Mária fia Isten fia lesz, hogy ő lesz a várt, a proféták által sokszorosan meghirdetett messiás, az a bizonyos Dávid házából való király, aki örökké uralkodik. Hatalmas dolgot mond az angyal. Azt állítja, hogy Mária által ez mind megvalósul. Na erre Mária mit kérdez? Nem azt, amit várnánk, hogy micsoda ez, hogy? Mi az, hogy éppen most, amikor évszázadok óta csak beszélnek nekünk erről, hogy lehet ez? És egyáltalán mit ért az angyal azon, hogy Isten fia, meg Dávid örök királysága? És hogy éppen ő általa, Mária által valósul ez meg? Satöbbi. Hát mennyi kérdezni való lenne itt, de Mária? Nem ezekről kérdez. Mindezt elfogadja névértékben, egy az egyben, kételj nélkül. Nem a dologról, nem a lényegről érdeklődik, mert az valami titokzatos módon világos előtte hitben. Látja Isten tervének lényegét, hanem Mária a módról kérdez, hogy úgy mondjam, egy technikai részletről, kérdez csupán, hogyan lesz ez meg? Hiszem, hogy meg lesz, és valamiképpen hiszem, hogy általam lesz meg, elhiszem ezt, de hogyan? Hogyan szülök én gyereket, aki férfit nem ismerek? Ennyit kérdez, és ez valami döbbenetes. Ahhoz képest, hogy mi mindent kérdezhetne. Mert hasonlítsuk ezt össze még egyszer Zakariás kérdésével. Vele és Erzsébettel is úgymond csoda történik, de más léptékű csoda, mint Máriával. Erzsébetnek idős létére lesz gyermeke, de nem Szüzen és nem Isten fia. Zakariás azt kérdezi, honnan fogom tudni, hogy valóban megtörténik. Jelet kér. Ez nem bűn. Zakariásnak, mint minden normális, természetes embernek a csoda elhívéséhez jelre van szüksége. Hát Máriának meg nincs szüksége jelre, igazolásra, mert ő hitben tudja, ahogy a zsidó levél fogalmazza a hit lényegét, a nem látott dolgok bizonyosságával tudja. Tudja mindezt. Onnan tudja, hogy Istennel közösségben él, és ami másnak csoda, az neki Isten cselekvése. A Magnifikátban egy szóval sem említi azt, hogy csoda történt volna, mert Máriának ez nem csoda, nem, hanem Isten olyan tette, amire már régen várt a nép java. Úgyhogy éppen ideje volt, hogy Isten megtegye. És akkor most végre itt van. Ezt hangsúlyozza az egész Magnifikátban végig, hogy végre, hát erre vártunk, már mióta. Ezért van tele ez az ének ószövetséggel. Mert hát mindig hallottuk és hallottuk ezeket az írásokból. Hallottuk, és most megvalósult, hogy Isten elszéleszti a hatalmasokat, fölfuvalkodottakat, felemeli az éhezőket, hogy felkarolta Izrael ügyét, megemlékezett irgalmasságáról. Megemlékezett. Mi mást jelentene ez, mint azt, hogy régi dolgok jutnak úgymond az eszébe Istennek, régi terv válik végre valóra. Megemlékezik Isten. Ötödször Mária a Magnifikátban meglepően sokat beszél önmagáról is, nem csak Isten ígéretének megvalósulásáról. Teljes 4 verset, közel az ének fele ez. Mert Mária önmagával is tisztába jön, erről is beszél. Ezért énekli, hogy boldognak mond engem minden nemzedék. Ez óriási dolog, mert a boldogság, mint az egész Bibliában, itt sem egy kellemes érzelmi állapot, hanem az Istennel harmóniában létet jelenti a boldogság. Mária kezdi felismerni a Gábriellel való beszélgetés során, hogy kicsoda ő. Ráébred a maga kilétére, hogy arra, hogy miért tud Isten ő általa nagy dolgot cselekedni. Hogy úgy szolgálója Istennek ő, ahogy senki más ember, ilyen abszolút értelemben, hiszen a szolga, per definíció nem, fogalma szerint az, akiben nincs más akarat, mint ura akarata. Ez a szolga. Boldog vagy, mert hittél, mondja később Erzsébet, és ez is, Mária hite is, egy ilyen abszolút hit, amilyen hit nincs, nem is lehet más emberben. De Mária úgy hiszi el azonnal, és egészen, amit Gábriel mond neki szüléséről, meg fiáról, hogy még annyi kételj sincs benne, még annyi bizonytalanság sem, hogy megdöbbenjen. Úgyhogy erről, magáról a dologról ő neki nem szükséges kérdeznie semmit, csak a megvalósulásnak a módjáról. Hitte és értette a lényeget. Akkor is, ha persze a részletek homályosak voltak előtte. Emiatt mondja Lukács többször, és ezt csak ő mondja, hogy Mária a róla és fiáról mondott szavakat gyakran forgatta a szívében. Kedves hallgatóim, Dér Katalint hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!